Köszöntöm a Cigádor magazin nézőit, Kutni Gábor vagyok, tekintsék meg röviden, mit kínálunk a mai napra. Betlehemes műsorra zárta az évet a Felvidék Néplánc Egyesület. Idén is lesz Együnk Együtt egyformát akció. Két év után újra a 70 éven felüliek ünnepelhettek. Élménypiac nyílt Bátaszéken aranyvasárnap. Betlehemes műsorra zárta az évet a Felvidék Néptánc Egyesület. Az este folyamán a klub összes korcsoportja színpadra lépett. Emellett a felnőttek egy új, már hosszú hónapok óta gyakorolt produkcióval is meglepték a közönséget. Elsőként az aprók mutatták meg a közönségnek, hogy mit tanultak az idén. Az évek alatt már hagyománnyá vált, hogy a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület minden esztendő végén egy évzáró karácsonyváron műsorral kedveskedik a családtagoknak, támogatóknak és a város lakóinak. Na kérem, tessék megnézni ezt az állatot! Mi az Isten csodája? Sose láttam ilyet! Hát ez bizony egy kis borha, s megnőtt! Lássuk mekkorára! Ma este folyamán az összes korcsoportunk, az összes tánccsoportunk megmutatkozik. A tipegőink, akik ugye az ovisnál fiatalabb korosztály, az apróink, akik az ovis korosztályt ölelik fel, az utánpótlás és ifjúsági csoport és a felnőtt tánccsoport. Ami idén érdekesség és nagy izgalommal tölt el minket, hogy egy új műsort mutatunk be, amire mondhatni, hogy a 2022-es év műhely munkája ráment, tehát már februárban felvettük a kapcsolatot Dobsa Tamás koreográfussal, és elkezdtük készíteni a betlehemes műsorunkat. Mert ugye sok műsorszámunk van, volt karácsonyi koreográfiánk is, a bukovinai koreográfia, a lányok megéneklése, de amióta ugye Bátaszéken működnek a székely unokák, ezért mi most már a székely táncot annyira nem erőltetjük a színpadon, hanem most egy igazi felvidéki betlehemessel készülünk, és ennek lesz ma az ősbemutatója, tehát először fogja látni a közönség, az ide látogató vendég, úgyhogy nagy izgalommal és nagyon nagy szeretettel készültünk, és várjuk ezt a ma estét mi is. Micsoda madár a szarka, melynek hosszú a fő, meg kér házasodni. De még az a kérdés, kit kéne elvenni? Jadé, jadé, jadadé, jadé, jadé, jadadé, jadé, jadé, jadadé. Az Egyesület 2022-es éve a körülményekhez képest nagyon jól telt, mondja az elnök. Számos fellépésünk volt, számos elismerés, díjat kaptunk, olyan rendezvényeken vehettünk részt, ami megtisztelő volt és rangos, nívós programnak számít, nem csak megyei, de akár országos szinten. Itt most beszélhetnék a Nemzeti Táncszínházról, vagy akármelyik fesztiválról, ahol közreműködtünk. El tudtunk menni Nagysallóba, a testvértelepülésre, ugye augusztusban a falunapokon részt vettünk, táncoltunk, örömködtünk, és ugye a 25 éves testvér kapcsolatot is megünnepeltük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon tartalmas és programmal, vidámsággal teli 2022-es évünk volt. Örülünk, hogy vagyunk. Ugye Covid után előről kellett kezdeni mindent, de szerencsére mind a négy csoportban azért vannak táncosok, táncoskák, és amíg vagyunk, addig leszünk. Tehát örülünk és várunk mindenkit, aki kedvet érez, hogy hozzánk csatlakozzon, táncoljon velünk, vagy a programjainkon részt vegyen. Örülünk, és amit csak tudunk, megteszünk, hogy kihasználjuk a közös együttléteket.
5. éve szervezik meg az Együnk Együtt Egyformát elnevezési programot Bátaszéken. Az eleinte jótékonysági céllal indult kezdeményezés annyira kinőtte magát, hogy már 1300 főre főzik a már hagyományos babgulyást, és egy jó hangulatú közös karácsonyvárássá alakult. Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe. Ilyenkor mindenki kicsit jobban odafigyel embertársaira. Bátaszéken már 5. éve hagyomány, hogy Szenteste napján jótékonysági főzést rendeznek a rászoruló családoknak. November közepi nap, mentem az utcán, és láttam két, hát hogy fogalmazok, hogy ne bántsam őket, olyan embert, akiről féltem, hogy nem lesz szép a karácsonyuk, vagy akár kint az utcán lesz, és akkor arra gondoltam, hogy miért azokat támogatom, akik lehet, hogy még tehetősebbek minden, és akkor így eldöntöttem, hogy elindítok egy ilyet. Első évben 320 adagot főztünk, a következő évben 680-at 2019-ben, 2020-ban már 1300 adagot, 2021-ben 1300 adagot, és idén is 1000. Azért ez 1300, mert 720 literes bogrács, ez a maximum, amit meg tudunk csinálni. A közvetlen környezetem, tehát a pici lányom, egy-két ember akkor már az elején is segített, és egyre növekedett ez a dolog. Ugyanis azok az emberek, akik úgy érezték, hogy jobb adni, mint kapni, azok csatlakoztak a dologhoz, örömmel fogadtam. A mai napig egy olyan ütőképes csapat alakult ki, akikre nem kell szólni, szinte követelik, hogy itt legyenek. Tehát nekem már csak az jutott osztályrész, hogy tényleg az ízesítés, meg a kajának, a alapanyagének a beszerzése, stb. Az elején abszolút ön erőből készítettem, a következő évben már nagyon sok ember segített. Ahhoz, hogy 1300 fő adagot megfőzünk, főleg a mai világban, mondjuk a 2022-es évben, ez, hát ha nem is a duplája, de én úgy gondolom 70%-kal megnövelte a kiadásokat. És nem csak a kiadások, a rászoruló családok száma is minden évben emelkedik. Éppen ezért nem adták fel, és már látják a fényt az alagút végén. Azt azért tudni kell, hogy a babgulyás mellé még szaloncukrot, volt olyan év, amikor egy 50 adag, 2-2,5 kiló halat adtunk. Rákérdeztem, aki főztek halat? Nem. Tudsz főzni? Tud. És akkor kapott. Fenyőfát adtunk. Sőt, volt itt olyan ember, aki azt mondta, hogy ha fenyőfát megveszek, akkor a díszeket azt ő állja. Tehát itt ennek üzenetértéke van. Én úgy gondolom, hogy érdemes eljönni. Már csak azért, hogy megnézni azokat az embereket, akik segítenek például, azoknak a tekintetét, illetve azoknak a tekintetét, akik kapják. Nagyon fontos volt számomra, hogy ne bántsak meg embereket ezzel a történettel, és ezért kitaláltam, hogy ezt a szlogent, hogy együnk együtt egyformát. Tehát, hogy mindenki tartozzon be. Az első év után rájöttem, hogy nagyon sok ember van, akit én igazándiból megcéloztam, vagy fizikálisan nem ér ide, mert december 24-én ezért már rossz idő is tud lenni, illetve, hogy mondjam, hogy ne bántsak meg én, mert lehet, hogy szégyél egy kicsit, hogy ide jöjjön. Tehát az emberek azért egy picit úgy tartózkod. Na ezt feloldva, ezt a két dolgot úgy oldottam meg, hogy van itt Bátaszéken gondozási központ, meg az öregek, megkerestem őket, úgyis az a bázis névsor az náluk van, hogy segítsenek ebbe, és eljuttassuk. Megint jöttek emberek, akik autóval, kisautóval, cég, önkormányzat. Most már 3 kisautó szállítja ki ezeknek az embereknek a... És akkor az ottani vezető szállította, hogy névsor szerint, vagy utca szerint, tehát egy ilyen szinte programszerűen, és akkor kihordjuk nekik, ezeknek az embereknek. A csapat már előző nap összeül, hogy előkészítse a gyerekeknek szánt csomagokat, és a főzéshez a horribilis mennyiségű alapanyagot. És akkor itt mindjárt megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem azoknak név nélkül, mert nagy feltétel, hogy adjunk úgy, hogy név nélkül. Azoknak az embereknek, akik ennek a létrejöttét segítik, mert már egyedül nem menne. Nem akarok itt számokat mondani meg, de mindenki megtapasztalt a civil életben is, hogy például az idei év, ez valami fantasztikus, mekkorát ugrott.
mennyiségeket tudok mondani, 18 láda füstöltáru, 50 kiló bab, 4 darab vaddisznó kerül vele, hát a fűszerek 30 kiló csipetke, csak most ami zöldség, sárgarépa, az hatalmas mennyiség, amit meg kell tisztítani. A főzést már 24-én éjjel 3 órakor megkezdik, hogy időben elkészüljenek, a közel 850 liter étellel. A szervező hozzátette, már jóval túlnőtt ez az esemény azon, aminek eredetileg indult. Most már az utolsó években azt láttam, az utolsó 2 éve főleg, akik itt járók előkönnek, azokat is megszólítjuk. Pont annak a fényében, hogy együnk együtt egyformát. Tehát alakuljon át egy olyanná, hogy ez nem egy ilyen segély, hanem legyen egy olyan nap, amikor 24-én mondjuk az emberek, bátaszéki emberek, tényleg együnk együtt. Az az 1 óra vagy 2 óra itt, és mondom, érdemes megnézni azokat a tekinteteket. Most nem akarok példákat mondani. Csapódott hozzánk például egy ifjúsági szervezet, Főnix alapítvány, akik osztják a kenyeret, az apró süteményt, játékokat, a szaloncukrot, és látni azokon a gyerekeken, hogy mindegy, hogy fúj a szél, hordja a havat, vagy éppen milyen idő van, hogy olyan örömmel teszik, hogy érezni rajtuk, hogy megérezték, hogy jobb adni, mint kapni. Na most én úgy gondolom, hogy a felnőtteknél is ez utolérhető, és ezért én úgy gondolom, hogy ezért érdemes megtenni. A segítség mindig jól jön, így aki tud, járuljon hozzá, akár süteménnyel, szaloncukorral, vagy fizikai segítséggel. Aki pedig szeretne együtt enni egyformát, annak még reggel oda kell érnie, hogy jusson az amúgy mennyei babgulyásból. A világjárvány beköszönte előtt szokásban volt Bátaszéken, hogy az év végének közelettével a település időseit köszöntötték. Most, hogy új lehetőség nyílt a találkozásra, a sportcsarnok ismét megtelt a 70 év felettiekkel, az önkormányzat és a gondozási központ által szervezett programon. Ez a találkozó nagyon fontos az idősek számára, hiszen sokuknak csak itt van lehetősége találkozni, beszélgetni, együtt lenni kortársaikkal. Ünnepi díszbe öltözött a bátaszéki sportcsarnok, ahová sorban érkeztek azok az idősek, akik túl vannak a 70. életévükön. Nagyon rég volt az, hogy ebben a körben találkozhattak és búcsúztathatták az évet. A járvány nyomai látható a látogatók számán, az utolsó közös karácsony idején jóval többen fogadták el a meghívást. Nagyon fontos az ő számukra ez a rendezvény. Én úgy gondolom, hogy ők itt érzik azt, hogy fontosak a városnak, fontosak az itt dolgozó embereknek, hiszen a gondozási központnak az egyik területe az időseknek a segítése. Többféle szakfeladatot látunk el, ugye közel 300-350 idősről gondoskodunk, akikkel azt mondhatom, hogy ha nem is napi kapcsolatban, de heti rendszeres kapcsolatban vagyunk. És a gondozóink, illetve a kollégák nagyon sokat beszélgetnek velük, és mikor a város eldöntötte, hogy az idén megszervezésre kerül a 70 éven felülieknek a karácsonyi ünnepsége, akkor nagyon-nagyon boldogok voltak, és nagyon örültek ennek a lehetőségnek, hogy részt tudnak rajta venni. A legidősebb nyugdíjasunk a klubban, tehát például nálunk az idősek klubjában, ott az átlag életkor 80 év felett van. Tehát nagyon-nagyon sok a 80-90 éves ellátottunk. Az idősek maguk is készültek erre a programra, a Napsugár Nyugdíjas Klub tagjai még énekkart is alakítottak, hogy műsorukkal színesítsék az estet. Köszöntünk igaz szeretettel, vártuk ezt a napot őszinte érzéssel, sok ég alatt történt, sok kedves szép emlék, ami örök marad. Járvány véget egy kicsit le voltunk állítva, be is voltunk úgy szűkülve, most újból elkezdtünk gyakorolni a szent énekeket. Attól függ, hogy milyen eseményre készülünk. Egyszerű kórustagok vagyunk, és
Hát lehet, hogy nem olyan szép, de mi a szívvel csináljuk. Minden héten összejövünk, gyakorolunk, és ma örülünk, hogy ünneplő beöltözve szép karácsonyi ünneplő. Mindenki számára, az egész városnak nagyon fontos, hogy megrendezték, és én úgy gondolom, hogy mi ezt a, akárhogy sikerül ez a dalok, mi ezt nagyon szívből adjuk a városnak, és ünnepelési akarjuk tenni ezt az eseményt. Ez egy erőt ad, akkor azon a héten már úgy készülünk, hogy kedden, akkor az egész nap már úgy van indítva, hogy délután 2-re kész vagyunk, és általában mindig, például most voltunk az adventi ünnepségen is énekeltünk, és ott is szívesen fogadtak, és tapsra fogadtak minket. És ez nekünk ez nagyon jó érzés, mert mi azért csak idősek vagyunk már, de úgy gondolom, hogy ma, mivel hogy 70 évesek, ez a mi ünnepünk is igazán, meg mindenki, az egész városé. Ez az alkalom tökéletesen jó arra, hogy azokkal a barátokkal, ismerősökkel, kollégákkal, munkatársakkal találkozzanak, akikkel lehet, hogy csak futólag futnak össze a város utcáján, de ezen a rendezvényen, fehér asztal mellett lehetőség van arra, hogy néhány percet elbeszélgessenek, egy kicsit nosztalgiázzanak, örüljenek egymásra, felidézzék mindazokat a régi szép időket, amelyeket eltöltöttek együtt Bátaszéken. Igyekszünk ezt a kellemes beszélgetést egy kis jó zenével fűszerezni, hogy ezzel is egy kicsit emeljük a hangulatot. És hát természetesen ez az alkalom azért itt advent időszakában a karácsonyra való készülődésről is szól. Egy kis ajándékkal próbálunk kedveskedni az időseinknek ebből az alkalomból, és hát azt gondolom, hogy ez egy olyan esemény a város életében, amit még hosszú éveken keresztül szeretnénk megszervezni és megrendezni. A jövő esztendő nem lesz egyszerű a nyugdíjasok szempontjából sem, állít ki a szakma, így külön oda kell majd rájuk figyelni. Nagyon-nagyon nehéz lesz a jövő év, én úgy gondolom, nem csak az idős gondozás területén, hanem a gondozási központ valamennyi feladatellátásának a területén, tehát azt látjuk, hogy ugye egyre jobban idősödik a lakosság azért a településen, egyre nagyobb szükség van ránk, illetve az ellátórendszerre, és a jelenlegi változások azok megnehezítik ezeknek az igénybevételét is, megnehezítik a családok életét is, és hát azért ez nagyon-nagyon kihat az időseinkre is. Itt gondolok arra, hogy ugye a családtagok nagyon sok esetben nem látnak más kiutat, mint elmennek külföldre, és az időseink itt maradnak egyedül. És mi vagyunk az egyetlen támaszuk, akikre számíthatnak. És nagyon nehéz megoldani sokszor ezeket a feladatokat, mert ugye mi hétköznapokon dolgozunk csak, tehát a hétvégén mi nem nyújtunk ellátást, viszont nagyon sok esetben közreműködünk abban, hogy meg tudjuk oldani azt is, hogy ők kapjanak segítséget a hétvégén. Alapvetően a városnak minden korosztályra oda kell figyelni a 2023-as esztendőben, tettük ezt eddig is, de a következő esztendő ez valóban mindenki számára nehéz lesz. Fokozottan fogunk természetesen figyelni azokra, akiknek köszönhetjük, hogy ma itt vagyunk, ők az idősebb korosztály, de minden olyan családot és minden olyan bátaszéki polgárt, aki esetleg segítségre szorul és az önkormányzat tud rajta segíteni, az ő kezüket nem fogjuk elengedni a 23-as esztendőben. Élménypiac, adventi vásár és a székelyek karácsonya. Három rendezvényt tartottak egy időben a bátaszéki székelyek házában aranyvasárnap. A Tolnamegyei Önkormányzat azért választotta az élménypiac elnevezésük programjának az adventi időszakot, hogy segítse az önkormányzatokat és a helyi vállalkozókat az energiaárak emelkedése miatt több helyen elmaradt adventi vásárok bepótlására. A
Surgó zenekar szórakoztatta a bátaszéki élmény piacra látogatókat vasárnap délután a Székelyek házában. A kulturális programokkal tarkított vásárt a Tolna megyei önkormányzat szervezte. 2022 tavaszán kezdtünk el ilyen kulturális élménypiacokat szervezni. Az első állomásaink között volt Dombóvár, Tamási és Szekszárd, és most idén úgy gondoltuk, hogy nem ősszel szervezünk ilyen termelői és kézműves élménypiacot, hanem az adventi időszakot szeretnénk megcélozni. Tettük ezt azért, mert a jelenlegi lehetőségek azok egy picit bekorlátozzák az önkormányzatok számára az úgynevezett kulturális kereteket, és azt gondoltuk, hogy ezzel is tudjuk színesíteni a települési önkormányzatok adventi programjainak a rendezvénynaptárát. És az idei évben, itt decemberben Bonyhádon, Bátaszéken, illetve Kalocsán és Pakson szerveztünk ilyen élménypiacokat. Azt gondolom, hogy ez egy jó lelki és szellemi feltöltődés itt karácsony előtt, hiszen a kézműves termékeket vásárolhatunk helyi termelőktől, úgy, hogy közben kulturális élménnyel lehetünk gazdagabbak. Itt a mai napon Bátaszéken a Székelyek háza adott otthont ennek a rendezvénynek, helyi termelők kiállították a színes portékájukat, és bent a melegben pedig a Csurgózenekar gyermekkoncertjét lehet majd látni és hallani, illetve a Sebestyén Pista Kakasdi mesemondónak az esti műsorával fogjuk zárni tulajdonképpen ezt az adventi időszakot, és azt gondolom, hogy ez egy szép felkészülés lesz a jövő heti karácsonyra. A Tolna megyei közgyűlés alelnöke hozzátette, nagyon fontosnak tartja ezeket a kezdeményezéseket. Én azt gondolom, hogy a helyi termékvásárok azok fontosak, fontos példa mindannyiunk számára, bemutatja a helyi termelőknek az egyéves mindennapos munkáját. Itt sok olyan termelő van, akinek tulajdonképpen az egész éves verejtékes munkájának a gyümölcsét lehet itt megvásárolni. Fontos szerintem, hogy ezeket a kis kereskedőket támogassuk, és azt gondolom, hogy tényleg olyan különleges kézzel készült, vagy kis manufaktúrában, vagy otthon készült termékeket lehet kapni, amit egyébként nagy kereskedelemben nem lehet, és nagyon magas színvonalú termékeket lehet itt vásárolni, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes körbenézni ezeken a vásárokon. A programmal egy időben a Bátaszéki Székelyek Baráti Köre Egyesületük karácsonyi összejövetelét tartotta. Az eredeti elképzelés az volt, hogy mint minden évben mi is tartunk egy karácsonyváró műsort itt a saját házunkban, és erre igazából történt egy megkeresés a megyei önkormányzat részéről, nevezetesen Zsikó Zoltán alelnök úr részéről, hogy amennyiben itt lesz rendezvény a Székelyházban, akkor az udvarra a piacosok, kereskedők, kézművesek érkezhetnének-e, és így ezáltal összeszerveznénk a két programot. Mi programunk csupán egy családias összejövetel, hiszen az elmúlt időszakban hosszú hónapokon keresztül készültünk a bukovinai és székely körútunkra, ahova egy műsort vittünk el, aminek az ősbemutatója tulajdonképpen tavaly ilyenkor karácsonykor a kultúrházban volt, és mivel erre rengeteg idő elment, új programot nem tudtunk kidolgozni, új műsort a táncosainkkal, de hála jó Istennek az utánpótlásunk él és virul, és hétről hétre együtt próbál, így hát most egy picit inkább őrájuk hagyatkoztunk. A zsíros kenyér, forradbor és a tea az adott, az minden évben adott. Az egyetlen változás az, hogy immár itt tudunk lenni a saját otthonunkban. Önök a Cigádor magazint látták, tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra!